Köszöntöm nézőnket, itt vagyunk a Kátai Gábor Kórház gyermekosztályán. Dr. Aradi Erzsébet főorvosnővel beszélgetünk, hiszen nagy izgalommal várjuk a motorosokat. Jó néhány szó találkoztunk már itt a motorosok adományával. Mikor is jött létre ez az alapítvány? Üdvözlöm én is a nézőket. Az alapítványunk 1998-ban jött létre, azzal a céllal, hogy a kórházba betérő beteg gyermekek ellátásának körülményeit javítsa. Tehát mind a szakmai feltételeket, a gyógyítás, ápolás feltételeit, mind pedig a környezetnek a betegbaráttá, családbaráttá, gyermekbaráttá alakításának lehetőségeit javítsa. Ehhez segítettek hozzá minket a motorosok évről évre adományaikkal. Már most 8-szor élvezzük a segítségüket, és most egy kicsit rendhagyobb módon alakult az idén az egész támogatásuk, de most tényleg izgalommal várjuk őket. És hát azért az elmúlt 8 évben én úgy emlékszem, hogy olyan 4 millió fölött van már, ami így összegyűjt ezekből az adományokból. Valóban ez így van, és amikor május tavasz első napjaiban, akkor amikor jönnek, akkor általában a helyi vállalkozók is szoktak segíteni és betársulni a anyagi segítségbe, de hát a jelentős részét mégiscsak a motorosok hozzák nekünk. Az, hogy nagyon sok játékot, nem csak plüssfigurát, társasjátékot, legót, és nagyon sokféle komolyabb játékot is kaptunk, az egy dolog, és nagyon örülünk neki, de valóban az életmentő műszerektől kezdve a monitorokon át, a EKG-készülékek, akkor betegszállító, illetve újszülött szállító baba kocsit, és nagyon sok mindent vettünk már az ő általuk hozott pénzből. Én úgy emlékszem, hogy ott az első-második alkalommal, hát, hogy nem jól emlékszem a műszer nevére, de valami pulzoximétert erre emlékszem, ami akkor alapfeltétel volt. Tehát, hogyha azt akkor nem tudják megkapni, akkor esetleg az osztály is veszélybe került volna. Én úgy emlékszem, hogy ez akkor tényleg egy duplán életmentő műszer volt a részükről. Valóban, a minimum feltételeknek csak úgy tudtunk akkor megfelelni, és hát most is, hogy egy 5 paraméteres őrző monitorral kellett rendelkeznie minden osztálynak. Ez egy kicsit bonyolultabb és többet tudó berendezés, mint egy sima pulzoximéter, de ez 1 millió forintba került is, valóban ezzel kezdődött az ő legnagyobb segítségük, hogy egyáltalán az életben maradáshoz kellett. Most már azért egészen jól felszerelt osztály vagyunk, de azért most is kell pótolni az elromlott műszereket, és hát egyre több olyan igény jelentkezik például, hogy egyre több gyermeknek kell föltenni műtét előtt, műtét után a pulzoximétert az észlelés miatt, illetve egyre több például a magas vérnyomásos gyerek. Így aztán, hogyha a nagy várakozási időt, a hosszú várakozási időt ki akarjuk küszöbölni, akkor valóban például ilyen 24 órás vérnyomásmérésre alkalmas monitorból, eszközből is több kell, nem elég egy. Arról mi nem nagyon beszéltünk, hogy hogyan is jött létre ez a kapcsolat a pokol angyalai, hiszen az a nevük magyarra fordítva és a kórház között. Hogyan találtak egymásra, hiszen a motorosokról tudjuk, hogy ők korábban is jótékonykodtak. Valóban, korábban is jótékonykodtak, de egyik klubtagjuk, vagy támogatójuk itt a karcagi önkormányzatnál dolgozott, járogatott ide hetente, egyszer-kétszer, én nem is tudom pontosan hogyan, és ahogy ott beszédbe elegyedtek, hát kiderült számukra, hogy ugye itt is van egy olyan kórházi gyermekosztály, amely bizony rászorul a támogatásra. És akkor nagy örömmel ők felkerestek, én még egy kicsikét féltem, hogy Istenem, mit kezdek 15-16 évvel ezelőtt ezekkel a motorosokkal, egy kicsikét marcon a bőrruhás emberek, és hogy Istenem, hát most milyen felhajtás egy kórházhoz, hogy jön ez hozzá, egy gyermekosztályhoz, de aztán jót tettek velünk mindig, megbarátkoztunk velük, és azt hiszem az egész város is megbarátkozott velük, és tulajdonképpen így az önkormányzatnak köszönhetem, hogy ott is tudtak a mi bajunkról, törődtek velünk, összehoztak minket, és azóta ez a kapcsolat működik.
És hát ezért a több száz motorosnak aranyszíve van, hiszen mi is itt voltunk minden alkalommal, láttuk, hogy tényleg nagyon megnyitották a pénztárcájukat, és tényleg több zsáknyi adománnyal érkeztek mindig, és azért mindig szakítottak arra is időt, hogy ide följöjjenek az osztályra, és megnézzék a kis betegeket, és tényleg a gyerekek is rajongással ültek fel a motorjaikra, meg őket is körbevették minden alkalommal. Bizony, nagyon sok kedves és kellemes élmény társul az ő látogatásaikhoz, és azt hiszem, hogy nem csak mi az alapítvány, hanem valóban a kórház összes dolgozója, sőt még a betegek is várták őket, a felnőtt betegosztályon fekvő betegek, és azt hiszem már az egész városban is jelenség volt, amikor szépen felvonultak, és tudták, hogy a jóért jönnek, és feldübörögtek a város szélén a motorok, akkor már mindenki tudta, hogy jaj, van mit nézni, és tulajdonképpen hát ők segítenek. Az a jó, hogy ez a klub, ez a Hells Angels, ez jó kapcsolatot tart fenn a többi motoros klubbal, ha jól fogalmazok, de összetudja szedni a támogatókat is. Tehát nem mindenki klubtag, aki ide jön, van más klubból is, meg van, aki csak ilyen felvételt szeretne nyerni hozzájuk, vagy csak alkalmanként ér rá, de akkor olyan szervezőkészséggel és olyan meggyőző erővel és jó indulattal rendelkeznek, hogy ha ők vannak, mit tudom én, 30-an, akkor mellé szerveznek még, mit tudom én, még háromszor annyit. Úgyhogy ez nagyon, nagyon, nagyon jó nekünk, és igyekszünk jól felhasználni, és azt hiszem, hogy azért is jönnek ők vissza ennyiszer ide, és nem váltogatnak mindig mást város, mert, vagy más támogatandó osztályt, mert látják, hogy mi mire használjuk. Látják, hogy valósul meg, hogy alakul át az osztály, és hogy szeretettel várjuk őket. És valóban azt is meg kell említeni, hogy ilyen visszatérő támogatók, akik ilyen nagy összeggel támogatnak, és jönnek az ország minden részéről, hát nem igazán sok van, és azt hiszem nem igazán sok osztály dicsekedhet vele, úgyhogy ezért ők a Pro Urbe díjat, Pro Caritas díjat is Caritate díjat is megkapták a várostól néhány éve, és hát erők rettentően büszkék. Mi is nagy szeretettel és szívesen fogadjuk őket, és azt hiszem, ők is jól érzik magukat, és így tudják, hogy követni azt, hogy az ő pénzük, az ő adományuk, az ő jótékonyságuk hova megy, és mire fordítódik. És hát hamarosan megérkeznek, és ők is el fogják majd mondani, hogy most mivel lepik meg a kis betegeket. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen én is! Az előbb Aladi főorvosnőtől hallottuk a kezdeteket, és hát az osztály jelenlegi vezetője dr. Szabó Mária főorvosasszony. Vele beszélgettünk arról, hogy hogyan is tudják a napjainkban használni ezeket a műszereket, amelyből néhányat be is mutattunk itt az előbb. Így van. 2008-ban vettem át az osztályt az Aladi főorvosnő nyugdíjba vonulását követően. Pályázat útján nyertem el, és megpályáztam, megnyertem. Tulajdonképpen úgy gondolom, hogy elég jól dolgoztunk mi együtt már korábban is, tehát a nagy akadályt nem okozott ez sem szakmailag, sem így a közért végzett munkában. Nagy-nagy örömmel láttam azt, hogy itt már egy, azt veszük, egy kitaposott út van, ami nekem mennem kell tovább, és meg kell tartanom ezt az utat. Nem szabad, hogy ez az út elsivárosodjon. Úgy gondolom, hogy egy jó kis csapattal igyekeztünk, meg tudtuk is ezt a ösvényt tartani, sőt, próbáltuk egy kicsit szélesíteni is. A motorosok, illetve hát azért említsük meg az adó 1%-ából származó bevételeinket, illetve a helyi vállalkozók támogatásából is befolyt adományokból valóban nagyon hasznos, értékes műszereket tudtunk vásárolni. Főleg a mi beteganyagunknak megfelelő műszereket vásároltunk, tehát ezért a beteganyagunk kb. 60%-a légúti beteg, ugye ők akár tüdőgyulladással, akár ezzel a fulladós betegségekkel, asztmás betegségekkel fordulnak hozzánk. Itt nagyon-nagyon fontos az oxigén szaturációnak, az oxigén telítettségének a mérése, tehát erre szolgáló pulzoximéterek, akkor légzésjavító inhalációs készülékeket vásároltunk, de ahogy a főorvosnő is említette, szélesbítettük egy kicsit a palettát a magas vérnyomásos gyerekek kivizsgálásának irányába is, sajnos nagyon-nagyon fontos irány ez.
így a kardiológiai felszerelésünket is megújítottuk, gyermekkardiológiai vizsgálatok is történnek nálunk, ide új EKG-t vásároltunk, ezt a 24 órás monitort, illetve egy 24 órás vérnyomásmérő EKG-t mutató készüléket. Tehát, sőt, kezdetén még ebből vásároltuk az allergológiai felszereléseinket is, amit utána később a kórház már finanszírozott és támogatott nekünk. Tehát próbáltunk a városi kórház szintjének mindenképp megfelelni, de tapasztalataink, illetve tanulmányainknak megfelelően mindenki a saját irányában próbált egy kicsit szélesíteni, hogy ezeknek a úgymond vidéki gyerekeknek is elhozzuk azokat a lehetőségeket, amit igenis egy városi kórházban meg tudunk csinálni, és ha azt veszünk, picit szűrő feladatot láttunk el ahhoz, hogy esetleg ezekből a gyerekekből a kiszűrt és problémásnak megítélt, általunk problémásnak megítélt gyerekeket megfelelő helyre el tudjuk irányítani, és ezért nagyon pozitív visszajelzéseket is kaptunk, de ehhez mindezekre a műszerekre igenis szükség volt. Gondolom, hogy éves statisztika még nincs, de ugye a korábbi éveket, hogyha így visszaidézi, körülbelül hány kisbeteg fordul meg itt az osztályon éves szinten? Éves szinten közel 1000 beteg fordul meg, tehát felvett, az osztályra felvett betegek, emellett még legalább 6-800 az ambuláns betegünk a szakrendelőben, úgyhogy bizony elég nagy létszámmal gyógyítunk gyerekeket, ugye nem csak Karcagról, hanem a környező településekről is körülbelül ez a szám. Ez úgy általában közel azonos az évek folyamán. Itt azért azt is látjuk, hogy az osztályon dolgozó nővérkék, doktornénik, doktorbácsi is kreatív, hiszen itt földíszítették már a fenyőfát, de minden arra utal, hogy egy kicsit barátságosabb legyen a környezet, tehát hogy ne féljenek a gyerekek, hogyha esetleg a nagyobbak más szülő nélkül vannak itt, tehát mindent megtesznek azért, hogy tényleg otthonosabb legyen egy picit ez a gyermekosztály. Igen, ez számunkra nagyon-nagyon fontos. Én úgy gondolom, hogy mind az orvosok, mind a nővérek, akik itt maradtak, vagy ide rozsdásodtak, idézőjelbe téve, azoknak valóban egy gyermeki lelkük van, és mindenki nagyon-nagyon fontosnak tartja azt, hogy ne csak a testi tüneteket gyógyítsuk, hanem bizony nagyon fontos a lélek is. Az a szorongó, feszengő kisgyermek, akit kiragadnak az otthoni kis barátságos és védő fészkéből, nem mindegy, hogy milyen környezetbe kerül. Nagyon sokat látjuk azt, hogy egy pár perces beszélgetéssel, egy kis figyelemeltereléssel, egy kis osztály megmutatásával feloldódnak, és másokkal sokkal jobban hagyják magukat vizsgálni. Ez nekünk is jó, mert sokkal biztosabb diagnózisokhoz jutunk ezáltal. De azt hiszem, hogy tényleg azt tudom mondani, hogy itt a gyerekgyógyásznak születni kell. Igen, tehát azért itt tényleg nem nagyon jellemző az orvos elvándorlás ezen az osztályon, szerencsére évtizedek óta önök is itt vannak. Én láttam egy közösség oldalon fotót föltéve, hogy azért találkoztak a motorosokkal, tehát nem úgy érkeznek, hogy most nem tudják, hogy mit hoznak. Gondolom előzetesen megbeszéltek, hogy mire volna most szükség. Mi a legégetőbb fontos dolog most, ami itt kellene önöknek? Tulajdonképpen szeretnénk pótolni azokat a műszereket, amit még a kezdetén beszereztük, és sajnos azok leamortizálódtak. Amit említettem, pulzoximéterekre lenne szükségünk, még szélesíteni szeretnénk ennek a magas vérnyomásos betegségben szenvedő gyerekeknek a kivizsgálását, tehát szükségünk lenne még egy másik 24 órás vérnyomás és pulzusmérőre, de terveink vannak, úgyhogy ehhez majd még a fiatal kollégánőnknek is a szakvizsgálja, illetve esetleg a második szakvizsgálja szükséges, hogy próbáljuk egy picit még szélesíteni a palettát. Egyelőre ez, illetve még szeretnénk befejezni az újszülötteknél, már szereztünk be ilyen baba toló kis kocsikát, amiben a anyukához ki tudjuk vinni a babát, kint tud maradni, és akkor nagyon-nagyon nagy álmunk az, hogy valamikor egy igazi roomingin, tehát egy babás szobát meg tudjunk valósítani úgy, hogy anyuka mellett maradjon 24 órára a gyerek, vagy esetleg, ha nagyon fáradt, akkor azért tudjuk egy picit tehermentesíteni őt, de tulajdonképpen az a célunk, hogy minél többet az anyukával töltsön, és minél hamarabb tudjon szopni, minél hamarabb összeszokjanak, és egy kicsit elősegítsük a szoptatásos babák számát ezzel. Hát akkor tervek azok vannak, reméljük, hogy a motorosok
sok pénzt hoznak, ő már valószínűleg tudja, hogy mennyit, mi is meg fogjuk tudni hamarosan, és hát reméljük, hogy lesz még sok jótékony motoros futam Karcagra. December 13-án voltunk illetve Csepelen egy jótékonysági biker karácsonyon. Nagyon-nagyon érdekes volt, hát mi azért nem szoktunk ilyen közeghez, de picit szorongva félve, de azért reménykedve mentünk oda, meg kell nyugtatnom mindenkit, fantasztikus emberek, nagy szeretettel fogadtak bennünket, van egy nagyon szép klubházuk, ahol egy jótékonysági koncert volt, még mi is élveztük a koncerten, találkozhattunk neves színészekkel, fényképezkedtünk is egy kicsit, itt is kilátszik egy kicsit a gyermeki vénánk. Úgyhogy tényleg megható volt az a lelkesedés, amikor elhangzott, hogy nem csak a belépőjegyek ára lesz a gyermekképség alapítványé, hanem a fogyasztás is. Szinte láttuk, hogy megdupládódik az a babgulyás fogyasztás, a üdítők fogyasztása, egy kis sör is, azért, mert akartak nekünk segíteni. Tehát tudták, hogy miért vannak ott aznap, miért, azt szokták mondani, hogy tudják, hogy miért szórakoznak. Célzottan szórakoztak, és ez egy nagyon-nagyon nagy élmény, és tényleg, ha azt mondhatom, hogy világra szóló, meg egy egész életre szóló élmény volt számomra is, 50-ennyihány évesen bekerülni egy ilyen közegbe. Akkor önnek már az elő karácsony megvolt, és akkor reméljük, hogy még sokszor találkozunk a motorosokkal. Köszönjük szépen! A rajtunk múlik, biztos, hogy fogunk hozzájuk ragaszkodni. Én úgy láttam rajtuk is, hogy már most egy picit nyitnak, már most a feleségek, barátnők is odajöttek, beszélgettünk, tervezgettük a jövő évi találkozót itt a strandon, megbeszéltük, hogy átadták, nagyon szép lett a strand, hozzák a gyerekeiket is, tehát ez egy picit már egy ilyen kis majálisba fog torkolni, de mindent meg fogunk értetni, hogy ez így is legyen. Köszönjük szépen! Én is nagyon szépen köszönöm a segítséget is minden szinten. Az előbb megtörtént a játékok fölhozása, és rengeteg játék érkezett. Én azt hiszem, hogy itt a kis betegek nagyon fognak örülni. Farsang Nimlével beszélgetünk, hiszen két főorvosnő már elmondta, hogy az idei egy kicsit rendhagyó volt az adományozás szempontjából. Hogy is gyűltek össze most ezek az ajándékok? Hát valóban rendhagyó volt a mostani rendezvény, mivel nem tudtunk lejönni rossz időjárás miatt májusban, ezért az egyik kis házunkban, klubházunkban tartottunk egy összejövetelt, ahol meghívtuk a barátainkat és a támogatókat, és ott adták át ezt a nagy mennyiségű játékot, illetve a szokásos pénzadományokat. Karcol, azért azt már tudjuk, hogy a szívetek egyik csücske, nem is a legnagyobb, hiszen sok kis csücsök van, máshol is szoktatok segíteni, de miért tartjátok fontosnak, hogy mindig jöjjetek Karcagra? Hát ez azért pontosítani, mert csak itt szoktunk segíteni. Tehát 8 éve járunk most már ide, ha jól emlékszem, és igazából a városhoz fűződő viszony, ugye a kórház dolgozói miatt, főorvosasszony miatt, illetve hát sokszor a hangulat miatt is, úgyhogy szívesen jövünk. És most mit hoztatok, hiszen már itt beszéltünk főorvosnővel, hogy most gyűjtöttetek, de lehet, hogy ő már tudta az összeget, de mi még nem tudjuk. Hát az összeg az most egy kicsit más összetevőkből állt össze, ugye? Mert saját rendezésben történt az egész, így is közel 400.000 forintot tudtunk elhozni. Hiszem, hogy az így is nagyon szép összeg, meg ez a rengeteg játék, hiszen nem is tudom, több száz, amit most itt hoztatok, és tényleg gyerekek is örülnek, de itt a dolgozók is nagyon örültek, hiszen gyerekként vették át ezeket az ajándékokat. Hát nekik lesz esélyükre, hogy kipróbálják először, aztán majd a gyerekeknek átadják. De örülünk, hogy karácsony előtt el tudtunk ide jutni, és elhoztuk akkor a pénzt is, és a játékokat is. A nevetek az a Pokol Angyalait jelenti magyarul. Itt beszélgettünk arról, hogy amikor először jöttetek, akkor úgy még mindenki egy picikét félt a bőrszerkos motorosoktól, de azóta már tudjuk, hogy a rajszívetek van, és segítetek. Mit kell rólatok tudni? Ezt, hogy mi vagyunk a Pokol Angyalai Magyarországon igazából. Egy motoros klub vagyunk ugyanúgy. Az, hogy egy névnek milyen csengése van, Ez egy hosszú történetű, hosszú múltú klub. Ja, 50-es évek elejére, 40-es évek végéről tekint vissza, de ez csak egy név, tehát ez nem igazán takarja azt, hogy mik és kik vagyunk. Igen, és ez csak magyarul hangzik ilyen érdekesen. Lehet-e arról már tudni, beszélgettetek-e már arról, hogy jövőre jöttek-e 9. alkalommal? Igazából ez még szervezés alatt áll.
viszont abban az esetben, ha jövünk itt a két időpont közelsége miatt valószínűleg, hogy egy átszervezéssel ugyanígy év vége felé, vagy inkább nyár vége felé jönnénk ismét. Tehát most a nyári program az átcsúszik őszre. Neked mit jelent karcag, hiszen azért lassan te már ide hazajársz? Karcag? Hát egy kicsit érdekes nekem, mert ugye amikor először jöttünk, akkor nem tudtuk, hova jövünk, nem tudtuk, hogy mit fogunk csinálni, és szépen a hosszú évek alatt kialakult ugye a jó viszony. Szeretek idejönni. Jól érzem magam, azt hiszem a többiek is, és ráadásul még úgy érzem, hogy hasznos is a látogatásuk. Még sok hasonló tartalmas és igen gazdag látogatást kívánunk a kórháznak, és nektek pedig azt, hogy akkor találkozzunk jövőre ismét Karcagon. Jövünk biztosan, köszönjük. Boldog ünnepeket kívánunk a klub minden tagjának, és természetesen neked is, nézőink nevében is. Köszönjük szépen, mi is ugyanezt a Karcagiaknak, és a gyerekeknek meg egy jó nagy karácsonyt. Köszönjük.